A Bartina Néptánc közhasznú egyesület tavalyi, illetve idei évéről, továbbá magáról a szervezet felépítéséről, működéséről számoltak be Tóth Mió Erika és Tóth Zoltán művészeti vezetők. Az egyesületbe 6 éves kortól egy felvételi alapján kerülhetnek be a gyerekek. Van egy kis csoport, egy előképző csoport, és utána felmenő rendszerben egészen a nagy együttesnél 25-35 éves korig alkotja a Bartina Egyesületnek a részét a gyerekek csoportjai, így épül fel. Van egy tematikánk, ami szerint fel van építve minden egyes tanóra. Kezdetben ritmusgyakorlatokkal, nyújtó, erősítő gyakorlatokkal segítjük a gyerekeknek a ráhangolódását a tanórákra. És az alapképzésnek nagyon fontos része az ugrás, a táncnak az alaptechnikáinak az elsajátítása, és igazából így fokozatosan, szépen lassan a korosztálynak megfelelő érettségi, az érettségükhöz megfelelő szinten építjük fel a tanóráinkat. Tóth Zoltán azt mondta, a Bartina Szekszárd városának régmúltra visszatekintő műhelye. Sok régi táncos iratja be a gyermekét, akár unokáját az egyesületbe. Én azt gondolom saját tapasztalatból, és így visszatekintve az elmúlt 10 évre, én azt gondolom, hogy egy 10%-os lemorzsuladási arány az átlagos. Ettől nem nagyon szokott több lenni. Egy választóvonal mindenféleképpen, amikor egyetemre mennek a gyerekek. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy a Bartina Egyesületnek a táncosai igen jó tanulmányi eredménnyel vannak. Tehát ezt hallomásból és tapasztalatból is tudom, hogy egy gimnáziumban nagyon jól teljesítenek a gyermekek, és 98%-a főiskola egyetemi továbbtanulásra ez a trend, hogy egyetemre és főiskolára mennek. Ez egy választóvonal a Bartinánál. Mi arra törekszünk, hogy megpróbáljuk úgy a próbaidőrendi beosztásainkat úgy alakítani, hogy ezek a vidékre elutazó táncosaink tanulmányokból ők vissza tudjanak jönni ide, és tudják folytatni. Általában 30-32-3 éves korig működnek az együttesben ezek a táncosok. A szervezet fő profilja a paraszti kultúra és a hagyományőrzés, a Kárpát-medence táncainak elsajátítása. Azonban olyan darabokat is készítenek, amik inkább a színházi műfajt erősítik. Nagyon-nagyon szeretjük, amikor ráakadunk egy olyan tehetségekre, aki kifejezetten szépen énekel, szépen táncol. Nagyon sok táncosunk hangszeren is játszik, és ezekkel próbálunk kombinálni, és a következő időszakban olyan műsorokat készíteni, ami a helyi gyerekeknek a tehetségét jobban ki tudja bontakoztatni, valamint szándékomban áll a városba felelhető társművészetekkel való közös munka elősegítése, felkutatása és színpadra állítása. A művészeti vezető úgy látja, a tanári és dolgozói gárdának köszönhetően az egyesületben nagyon jó a hangulat. Az esetleges nehézségeket igyekeznek szorgalommal pótolni. Tóth Mió Erika beszámolt arról, hogy a tavalyi évben rengeteg fellépése, felkérése volt a társulatnak. Ami nagyon büszkeség volt tavaly, mindhárom néptánc antológiára meghívást kaptunk. A felnőtt együttes, ugye a felnőtt néptánc antológián vett részt, ott voltunk a gyermeknéptánc antológián és az ifjúsági néptánc antológián is. Ezt mind a hármat Budapesten rendezték meg. Ilyenkor mindig az előző év, tehát akkor a 23-as antológián, a 22-es év legjobb koreográfiáit, együtteseit választják be, és nagy örömünkre mindhárom antológián ott voltunk. Rengeteg nyári programunk volt, táboraink, egyéb fölépéseink, a tehetséggondozásban résztvevő szólistákkal is,
valamint ugye itt volt a nagy műsorunk decemberben, amire egész évben készülünk, és az is két teltházas előadásra sikeredett. Ifjúsági szólótáncverseny selejtezői azok tavaly november-decemberben zajlottak, így nagyon korán kezdtünk, január 12-13-14-én már Egerbe indultunk. Nagyon nagy büszkeségünkre, ugyanis a selejtezőkön összesen 240 táncos indult, és ebből 86 juthatott be a döntőbe. És mi, akikkel indultunk, Bot Benedek, Zörényi Dávid, Bajuszpan és Viola Bence, ők mindannyian bejutottak az egri döntőbe. Nagyon-nagyon színvonalas, nagyon erős verseny volt. Ugye ott voltak a táncvészeti szakközépiskola növendékei is, valamint olyan együttesek, akik ugye hetente csak kétszer táncolnak, készülnek ezekre a versenyekre, de azt kell mondanom, hogy na igenis helytáltunk mi is, nagyon büszkék voltunk rájuk, és Bajusz Pannánk Gyöngy Galléros táncos címet is nyert. Idén januárban a Babits Mihály Kulturális Központban a Kultúra Hete programsorozat keretében a csoport fellépett Szekszárdon a Folti Jolán emlékkiállítás megnyitón is. Szintén Szekszárdon a Rotary Bálban is megmutatták tudásokat a Bartinások. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a 2023-as évben szintén a legjobb koreográfiák együttesek közé kerültünk be, ugyanis az ifjúsági néptánc antológiát március 9-én rendezik Budapesten, ahová az ifjúsági együttessel jutottunk be. Erre úgy kell nevezni, jelentkezni, videót kell beküldeni az együttesről, és egy szakmai zsűri dönti el, hogy ki vehet itt részt, és mi a Fundák Kaszai Lili Fundák Kristóf által készített magyarózdi koreográfiával jutottunk be az ifjúsági antológiára. Természetesen bízunk benne a pünkösdi Szekszárdi Fesztiválon is részt veszünk, valamint idén a nyári táborunkat, ugye ami mindig a Balatonon szokott lenni júliusban, most augusztusra tettük, augusztus 24-től 28-ig, Ágota falvára készülünk, ahova négy csoportot is el tudunk egyszerre vinni, a Töpörtyű Apró, Siheder és Ifjúsági Együttest, és ez egy közös nagy tábor lesz. Az egyesület célja, hogy Magyarország kulturális hírét a nagyvilágba is eljutassák.